Egy nagyon szép feladaton vagyok túl az elmúlt pár hónap során, megszületett az első nagylemezem, és ennek a címadó dala lett az Útszáj. És kezdettől fogva nagyon szerettük ezt a dalt, és azt gondoltuk, hogy akkor ez legyen a címadó, és ebből fogunk először videóklippet készíteni. Indián a klip rendezője, és ő találta ki ezt a mesebeli történetet, mert tulajdonképpen itt a történet arról szól, hogy van egy fiú, aki éli a monoton hétköznapjait, és én őt, mint egy angyal lány, vagy egy tündérlány meglátom, és megszeretem, és el szeretném vinni az én világomba. És rengeteg szimbólum van ebben az egész videoklipben, hiszen maga, amit már mondtam, hogy a monoton hétköznapból elszállunk, a csodát megtaláljuk, az a klipben egészen végig meg van mutatva, ahogyan megjelenek, aztán megmozdul a ház, a lufik felviszik a házat, és végül is az én saját világomba repítem előtt, ahol majd talán boldogok leszünk. Nagyon sokáig kerestük a megfelelő helyszínt, ahol a környezet is adott, és sok a fa és az erdő, tehát hogy minél közelebb legyünk a természethez, és maga a ház is olyan kellett, hogy legyen, amivel végül majd ezt az animációt meg tudják csinálni az indiánék. Úgyhogy az utolsó pillanatban találtunk rá a megfelelő helyszínre. Ott voltak a szélgépek, amik ugye fújták a hajunkat, és gyakorlatilag el kellett képzelnünk, hogy mi most éppen repülünk, és hogy milyen fantasztikus dolgokat látunk, és aztán utána végül is aztán az animációban meg tényleg repültünk. És szerintem nagyon jó lett a látvány. Mivel régen színésznőnek készültem sokáig, ezért nagyon örültem, hogy ebben a klipben ezt is bemutathattam, és igazán beleélhettem magam tényleg magába a dalba is. Adta magát a dalnak az üzenete is, hogy én ezt nagyon át akartam venni, és azt gondolom, hogy tényleg a képekkel együtt, és a fiú szereplő is egyébként, azért ezt megemlíteném, Winkler Pétert, hogy kiváló színészi játéka van, ami nagyon sokat számít egy ilyen szituációban, amikor el kell hinnie az embernek, hogy tényleg egy angyalt lát, és ő ezt nagyon jól megoldotta. Voltak nagyon vicces pillanatok, például amikor az elején jövök le a domboldalról, nem magas sarkúban voltam, és ott vettük le a magas sarkú szandálomat, és cseréltem át egy lapostalkúra, és éppen mentünk a jelenetben, amikor hangos kiabálásra lettem figyelmes, és a stylistom futott egy hatalmas komondor kutya után, mert ő el szerette volna vinni a szandálomat, és azt megrágcsálni, de még időben sikerült megmenteni, úgyhogy köszönöm ezúton is a stylistomnak.